Sárgul a búza alsó levele. A gazdálkodók szerint ez a vízhiány első jele, hiszen Temerin környékén egy hónapja nem esett eső. A nagy melegben a növény előbb kalászolt, így nem reménykednek rekordhozamban a termelők. Már a búza állapota nagyon megkívánna, hogy kapna egy jó esőt. Április hónap folyamán nem kaptunk egy cseppet sem. Március az nagyon kiadós esős volt. De hát április az úgy átvágott, hogy egyszerű azóta semmi se. A buza egyelőre jó kinéz még, ez egy korai fajta. Ez a kalászt most már kikalászolt, de nagyon hiányzik az eső neki. Az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézetben több fajt és fajtát iktatnak kísérleti parcellába. A szakemberek szerint a megszokottnál 4-5 nappal előbb kezdődött a kalászolás, de a hozam a májusi és júniusi időjárás függvénye. Dosadašnji period razvoja, razvitja i razvoja pšenice odvijao se u dosta dobrim, skoro možemo reći idealnim uslovima, tako da sada na početku klasanja vidimo da je klas ima dovoljan broj klasića i da postoji neki potencijal za ostvarivanje visokih prinosa. Svakako da je još rano govoriti koliko su oni, jer to pre svega zavisi od vremenskih uslova u narednom periodu. A gazdáknak most fokozott figyelmet kell szentelniük a növényápolásra, mert virágzásban a fuzárium támad. A vegyszeres kezelést fontos elvégezni, hiszen azzal együtt az alsó leveleken jelentkező lisztharmat is visszaszorítható.